Üdvözlet mindenkinek itt az infobában.hu weboldalon, ezúttal szeretnék bemutatni egy rövid videót, melyben egy ortodox pap elmagyarázza, hogy hogyan is kellene működni a férj-feleség dinamikának a házasságon belül, és miért nem jó ötlet az, ami egyre divatosabb manapság, hogy a felek egymás barátai vagy legjobb barátai szeretnének lenni, valamint azt is, hogy mi az, ami egészséges szerinte és hogyan kellene, hogy működjön a házasság, biblikus alapokon. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Előjáróban egy kifejezést szeretnék megmutatni, amelyet valószínűleg mindenki hallott már, és azt hiszem, hogy én is beszéltem már róla itt valamelyik videóban korábban, ez pedig a metrosexuális. Ez olyan férfi, aki általában heteroszexuális, szexuálisan vagy romantikusan vonzódik a nőkhöz, és akit nagyon érdekel a divat, az ápoltság és a megjelenése olyan módon, hogy általában úgy tekintenek rá, mintha ez nő vagy nőies lenne. Íme egy példa mondat, nem vagyok metrosexuális, de szeretek éjszakára hidratáló krémet használni. Itt van egy másik definíció, ez a medicinenet.com weboldalról. Metrosexuális a metropolitán és a heteroszexuális szavakból képzett neologizmus, új beszéd vagy új szó, új kifejezés, amelyet 1994-ben fejlesztettek ki, hogy leírjon egy olyan férfit, aki nagyon törődik az ápoltságával és a megjelenésével, ennek részeként általában jelentős mennyiségű időt és pénzt fordít vásárlásra. Utolsó Merriam Webster szótár, általában urbanizált helyen élő városi heteroszexuális férfi, aki igényes ápolással, szépségápolással és divatos öltözködéssel javítja személyes megjelenését. Úgy gondolom, hogy ennyi is elég ahhoz, hogy megértse mindenki, hogy miről van szó, ez csak egy jele annak, hogy az idők elérkeztek, amikor azt hiszem, hogy az egész nyugati társadalmat utol fogja érni az az ítélet, ami jogosan vár ránk azért, ahogyan viselkedünk és viselkedtünk az elmúlt évszázadok során. Amennyiben valaki figyelmesen olvassa az írásokat, akkor egyértelműen körülhatárolt szerepek és viselkedés minták, viselkedés normák tárulkoznak fel előtte, mind a férfiakat, mind pedig a nőket illetően, és felfedezhet a kettő között egy éles határvonalat, amely elválasztja a kettőt egymástól. Nincs leírva természetesen az, hogy ez a nő, és így kell viselkednie, vagy ez a férfi, és így kell viselkednie. Azonban az összes üzenet, ami található a Bibliában, az egyértelművé teszi azt, hogy mi a nemi szerepek között a különbség, vagy akármi a hasonlóság, illetve az átfedés amint a világ távolodik el egyfajta biblikus erkölcsi normától, vagy morális kódtól, úgy egyre perverzebb gondolatok fogalmazódnak meg az embereknek a fejébe. Ez átalakítja az egyén gondolkodás módját, ezáltal a csoportét, majd a társadalomét, és amennyiben az eszköz technológia rendelkezésünk áll, mint ahogyan rendelkezésünk áll, akkor az egész világot át fogja alakítani. In the family dynamics, a young man has a mother. And what does the mother do? Well, the mother doesn't really help you solve problems as much as she kind of gives you the sense that you are loved unconditionally. Mothers love to be needed, they love to love their children. It gives them a sense of purpose and meaning, right? But if we flip it and we look at family dynamics from a woman's perspective, what is the relationship with the father? The relationship with the father is one where he gives affirmation, assurance praise love encouragement attention and the daughter in return has this sort of you could say love affection commitment to her father where he's not just a father he's really daddy he is someone so special to her he's her first love and obviously this is in a normal natural healthy relationship hogy egy egészséges családban az apa lenne a mintája annak, hogy hogyan viszonyul majd a későbbiekben a lány a férfiakhoz. Ellesi azt, hogy hogyan viszonyul az apa az anyjához, és aztán ezt fogja keresni egész életében, mert ez a minta, amit látott. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Olyan lesz a lány, amilyen az anyja volt, és azt a férfit fogja keresni, amilyen az apja volt. Sokkal nagyobb felelősség van tehát a szülőkön, mint ahogy azt gondolják. A feladatuk az, hogy korlátokat szabjanak a gyereknek, ugyanakkor biztosítják azt a szeretetet és azt a figyelmet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges legyen mentálisan, mikor felnövekszik. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuahútja.hu weboldalon, ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm.